Szóval itt vagyunk a műhelybe. Abban a műhelybe Attila ott menekül, Dávid meg ott menekül. Na szóval az történt, hogy rengeteg motorunk van bontásra, itt lehet látni, elég sok van, szám szerint, sok, na sok. Ott van hátul meg az Estrit, meg a szennyvíz 110-es cső a sarokba, de azért van, mert mostanában várárkot építettünk itt a műhelybe. Már nem annyira látszik, mert visszabetonoztuk, mert éppen kakildát csinálunk a srácoknak. Na, de nem ez a lényeg, itt van egy kis robogó. Maradjatok már csöndbe ott, hát nem hallom a saját hangomat. Ami egy Yamaha Jog. Csak hát az a helyzet vele, hogy nem igazán működik, és van egy teóriánk, hogy mi lehet a baja, úgyhogy az lesz, hogy szétszedjük, és értelemszerűen azt a részét, ami nem működik, azt nem fogjuk nektek eladni. Ugye mi szeretjük, hogyha egy motort működés közben mutatunk meg, hát ezen most nem fog sikerülni, mert sajnos szóval több lenne a hús, vagy a leves, mint a hús, vagy hogy az a mondás, na mindegy. Tehát, hogy túl sok energiába telne ezt most megcsinálni ahhoz, hogy egyáltalán megérje utána szétszedni. Ugyanis az van vele, hogy amikor működik, akkor nincs kompresszió, egyébként meg nem működik, mert nem lehet berúgni. Úgyhogy vagy a karburátor, vagy a henger, tehát amíg nem szedjük le a hengert, meg nem nézzük meg a dugóját, ez nem fog kiderülni. Úgyhogy maga a gép egyébként egybe van, itt az első kerék, ott a hátsó kerék, a berúgója szépen működik, nem akad meg, de mutatom is nektek, hogy legalább ennyit lássatok, úgyhogy tetszik látni. Úgyhogy van benne némi kompresszió is. A fékek működnek, azt nézegettem, sőt, amikor rugom be, akkor még itt a lámpa is fölvillan, úgyhogy a gyújtás is nagyjából egyben van. Szép, egészséges sziklája van a gépnek, aztán megnéztük Attilával, de hát ez most kevés ahhoz, hogy elinduljon. A kipufogó is egyben van, nincs szétrohadva, meg úgy általában motor alkatrészei, ott a kaszni alatt, csak most éppen összeraktuk nektek, hogy azt higgyétek, hogy egyben van, pedig nincs is egyben. Mutatom közben, hogy ezt föl lehet hajtani, és akkor alatta ezt le lehet szedni, de most nem szedem le. Na mindegy, szóval alatta nézegettük, és itt többé-kevésbé egybe volt a gép. Úgyhogy hát most ez ilyen rendkívüli motorbontás lesz, mondom, nem tudjuk kipróbálni, de ha majd szétszedjük, akkor látszódik úgyis, mi a gyíkja a gépnek. Csak ahhoz, hogy mondjuk a hengert megnézzük, annyira szét kell szedni, hogy motorbontó lévén utána már nem raknánk össze. De senkit nem fogunk becsapni, ez a lényeg. Tehát ami rossz, az megy kukába majd. Egyébként van még bontásra váró, itt van egy másik motorkerékpár, ez egy Honda Lead, ha minden igaz. Itt figyel, ennek az a nagy baja, hogy nincs meg a struszkulcsa. Aztán van egy gyönyörű Mustangunk, ezt még nem tudom, láttátok-e. Valami eszméletlen gyönyörű állapotban van. Van egy nagy testű 250-es ősi jávánk. Illetve van még egy robogónk, ez pedig egy Suzuki, itt figyel bent. Ő neki például vettük a fáradtságot és a hengert, meg a dugóját elküldtük furatásra, de hát ezt minden motorkerékpárnál még se tehetjük meg. Úgyhogy ez is hamarosan bontásra kerül, de lényeg a lényeg, most maradunk ennél a Yamaha Jognál, amit Attila perceken belül elkezd és szétszed.